Szeretettel köszöntjük Önöket, köszöntjük a világ tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel a PPH Nyílt Akadémia Közös Ember és Életismert Fejlesztő Képzésén. Én Szedlacsiknél Krisztina vagyok. Én Szedlacsik Gergő vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik vezető házaspárja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Budapesten élünk a feleségemmel, jelenleg egy cégnél vagyok rendszergazda, illetve sok területet dolgozom a cégnél, és még a PPH-val is foglalkozom. Ezért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert édesapám Szedlacsik Miklós gyerekkorom óta visz a rendezvényekre, és azóta támogatom a munkásságában, plusz én is szeretném az emberek tudatosságának növelését elérni, hogy bejussunk az aranykorba. Hogy mit adott nekem a coachképzés? Elkezdtem megérni az emberek működését a coachképzések tanulásával, és ezáltal magamat is megismertem. Régebben egy türelmetlen, idegeskedő ember voltam, de mára már ez nagyon sokat változott. Igen. Én szeretnék pár gondolatot mondani magamról. Budapesten élünk a férjemmel, boldog házasságban. Én jelenleg még HR asszisztensként dolgozom egy cégnél, de emellett a PPH tanulói szervezés tartom nagyon fontosnak, és ezért teszem is a dolgomat. Én 2016-ban ismerkedtem meg a PPH-val, Szedlacsik Miklóssal. Édesanyám javasolta, hogy kezdjem el a képzést, hallgassam az előadásokat. Aztán úgy döntöttem, hogy igen, tetszik, és én szeretnék itt tanulni. Én változtatni szerettem volna az akkori életemben, én kint dolgoztam Ausztriában, a vendéglátásban, sem elégedett nem voltam, sem boldog, és ezt szerettem volna már fölváltani, és egy lehetőséget láttam a Nyílt Akadémia coach képzései által, hogy csapatot szervezhetek, illetve megtanultam ezt a coach szakmát, és ezáltal olyan szakmát végezhetek, ami az én életemben is sokat segít, illetve másoknak is tudok ebben segíteni. Életem legjobb döntésének tartom, hogy elkezdtem a képzéseket, és én azóta is itt tanulok. Mikor megismertem Szedlacsik Miklós mesterkócsot személyesen, én már hallgattam egy ideje, ugye Ausztriában, és meggyőződtem arról, hogy ő hiteles és példamutató tanító. Számomra az is tetszett, hogy elsajátítsam ezt a szakmát. Nagyon gyakorlatiasnak tartom ezeket a képzéseket, hiszen Szedlacsik Miklós nem csak azt mondja el, hogy mit kellene tennünk, hanem hogy ezt hogyan valósíthatjuk meg. Számomra rengeteg megértést adott a képzései által, új látásmódot kaptam, megértettem, hogy mi miért történik, és egy nagy személyiségváltozáson mentem keresztül. Én egy félénk, visszahúzódó, túlérzékeny hölgy voltam, de most már ezt sikerült átfordítanom, visszakaptam az önbizalmamat, az önértékelésemet, és ezt én Szedlacsik Miklósnak köszönhetem. És itt ismertem meg a páromat, a férjemet, úgyhogy őt is a képzéseknek köszönhetem, illetve Szedlacsik Miklósnak. A képzések által egyre jobban bánok önmagammal, illetve a kommunikációm sokat fejlődött, ezáltal az emberekkel is jobban bánok. Mióta megismertem Szedlacsik Miklós mesterkócsot, nem volt olyan tanács, ami ne lett volna igaz. Érdemes megfogadni a tanácsait. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetük alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan vezető, akinek a tudása, képessége és tapasztalata olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygón. Ha megnézzük, hogy még miben egyedülálló a mai vezetőnk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el szervezetünk piacvezetői pozíciót, úgyhogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású volt. A vezetőnk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Vezetőnk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében, boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, édesapámat, hogy jöjjön és tartsa meg a képzést.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mit láttok a környezetetekben? Az emberek mennyire elégedettek a jelenlegi világgal? Semennyire. És vajon mit tesznek azért, hogy legyen egy jobb világ? Semmit. Tehát nem elégedettek, de nem tesznek semmit? Semmit. Várják. Álló vízbe ülnek. Várják amit? Sült halat. Sült halat? Hát el kell menni Balatonra, és akkor lehet enni tengeri halat a Balatonnál. Igen. Igen. Szóval a lényeg az, hogy elég érdekes, nem? Nem elégedettek, de nem tesznek semmit. Tehát, ha megnézzük a történelem során, nem sok olyan államférfit láttatok, aki jót tett volna a néppel, nem? Tehát több olyan volt, amelyik gyakorlatilag nem tett jót a néppel, nem? De az se jó tevés, hogy nem lett jobb. Tehát, hogy jobb legyen a népnek, olyat nem sok történelmi személyiség tett, nem? Tehát a többség az vagy nem tett semmit, vagy rosszabbat tett a népnek, nem? Na most akkor az emberek miért gondolják azt, hogy most az állami vezetők azok jókat fognak tenni a világban? És agybosodtak, vagy nem gondolkodnak? Agybosodtak? Jó a propaganda. Jó a propaganda? Aha. És elhitetnek dolgokat, nem? Igen. És zsákrumpli ennek. És az emberek el is hiszik, nem? Igen. De azt nem tudják, hogyha elérik az embereknél azt, tehát az emberek ezt nem tudják, amit most fogok mondani, hogyha elérik az embereknél azt, hogy egyre rosszabb és rosszabb hangulatban legyenek, akkor eljutnak oda, hogy beletörődnek. Tehát beletörődnek abba a helyzetben, amiben vannak, és igazából ha az ember eljut oda, hogy beletörődjön abba a helyzetbe, amiben van, akkor már az ég adta világon semmit nem tesz azért, hogy ténylegesen jobb legyen. És csak úgy működik, hogy túléljen, semmi más. Tehát ilyen alapműködésben túléljen. És én mintha azt látnám, hogy tömegesen haladnak az emberek elfelé. Nem tudom, rosszul látom? Nem. Tehát tömegesen haladnak elfelé, hogy egyre rosszabb és rosszabb hangulatban vannak, és lassan eljutnak a beletörődés szintjébe. Na most ebben az egyre rosszabb és rosszabb hangulattal nem csak az a probléma, hogy a beletörődés szintjéig juttatja az embert, és sokkal hamarabb meghal. Tehát ugye az is egy probléma, hogy minél rosszabb állapotú, hangulatú valaki, annál hamarabb meghal. Ezt átlagosan mondom. De ugye nem csak ez a fő probléma, hanem az, hogy minél rosszabb hangulatú egy ember, annál többet hibázik. Hibázik a döntésekben, hibázik a cselekvésekben, és az összes probléma, ami közvetlenül éri az embert, tehát ami személyesen téged érint, az mind a te hibázásodból érint téged közvetlenül. Más az, ha közvetve ér téged probléma, mert akkor más hibázásából ér téged a probléma, de amikor személyesen érintenek a problémák. Tehát például, hogy értsük, hogy mi az, hogy személyes, vagy mi az, hogy közvetett probléma, tehát mi a közvetlen probléma, mi a közvetett probléma, jó példa. Közvetett probléma,
mondjuk az áremelkedések. Ezzel nem tudsz csinálni semmit. Ez nem közvetlen probléma, ez közvetett. Ezt más generálják, te meg megiszod a levét, ennyi. De téged is érint természetesen, de nem te hozod létre az áremeléseket. Jó? Nézzük egy közvetlen problémát. A közvetlen probléma az, hogy mondjuk nem gondoltál arra a jövőben, hogy tudod-e fizetni majd a hitelt, vagy nem tudod fizetni majd a hitelt, és fogtad és fölvettél hitelt, és eljutottál mondjuk oda, hogy nem tudod fizetni a hitelt. Mert nem gondoltál arra, hogy a jövőben nem fogod tudni fizetni. Na, ezt a problémát viszont te idézted elő. Világos ez? Jó, tehát lényeg az, hogy vannak közvetlen problémák, vagy például mit tudom én, mondjuk megcsalod a párodat, és ebből párkapcsolati gondod lesz, ezt is te idézted elő. Jó? És lehetne így sorolni, például mit tudom én, mondjuk a gyereket hülyeségeket csinál, érted? Felnőttként, abban van részed, az hold biztos, mert a neveltetéstől nagyon sok függ. És ha nem jól nevelted a gyerekedet, akkor ne csodálkozz, hogy felnőttként hibát hibára halmoz. Jó, szóval vannak olyan dolgok, ami közvetlen, és van, ami közvetett. Például mondjuk, ha hibás döntést hoz egy kormány, és emiatt szív a lakosság, az egy közvetett probléma, az nem közvetlen, azt nem te idézted elő, hanem más idézte elő. Mit tudom én, mondjuk főgyullad a szomszéd háza, és ez veszélyezteti a te házadat is, hát ez is egy közvetett probléma, amit nem tőled függött, ugye más idézte elő, és ezáltal ugye neked is lesz belőle problémád. Szóval vannak közvetlen és közvetett problémák, a közvetlen problémák azért vannak, mert az ember hibázik. Hibás döntést hoz adott helyzetben, vagy hibásan cselekszik adott helyzetben. Más azért hibázik, mert szintén hibás döntést hoz adott helyzetben, hibásan cselekszik adott körülmények között. Tehát lényeg az, hogy az emberek miért hibáznak? Hát azért hibáznak, mert rossz hangulatúak. Tehát rossz hangulatúak. Egy nagyon jó hangulatú ember, tehát mitől kezdődnek a jó hangulatok? Ugye amikor az embernek csillog a szeme, és érdeklődés szintjén van, legalább. Oké? Tehát érdeklődés szintjén van legalább. Onnantól indulnak a jó hangulatok. Ha nem ezeken a szinteken van legalább az ember, akkor az nem nevezhető jó hangulatnak. Világos ez? És ha nem nevezhető jó hangulatnak, akkor az illető minél rosszabb hangulatú, annál jobban hajlamos arra, hogy helytelen döntéseket hozzon, helytelenül cselekedjen. Ha megnézzük a legfontosabb rossz hangulatokat, akkor nézzük, ugye már az unalom az nem jó hangulat, az ellenségesség még rosszabb hangulat, a harag még rosszabb hangulat, a félelem még rosszabb hangulat, a bánat még rosszabb hangulat. Tehát ezek mind olyan hangulatok, ahol az ember helytelen cselekvéseket vagy helytelen döntéseket hoz. A mulasztás, tehát valamilyen helyes cselekedetnek az elmulasztása, és helytelen cselekedet. Ha valami döntést kellene hozni, a helyes döntést kellene hozni, és elmulaszt helyes döntést hozni, tehát nem hoz döntést. Az is egy helytelen döntés. Tehát az is egy döntés, hogy az ember nem hoz döntést, mikor dönteni kellene. Világos ez? Tehát ne gondoljuk azt, mint sokan gondolják,
hogy hát a legjobb módja a nem hibázásnak a nem cselekvés. Csak a nem cselekvés, tehát mikor cselekedhetnél helyesen és nem cselekszel sehogy, az ártó tett, az egy helytelen döntés. Tehát a nem cselekvés az egy helytelen döntés. Ha valamiben dönteni kellene pozitívan, mondjuk, vagy mindegy hogy, de dönteni kellene, és az illető nem dönt, az egy helytelen döntés. A nem döntés elhatározása egy helytelen döntés. Világos ez? Csak hogy tisztában legyünk ezekkel a kérdésekkel. És az ember ilyeneket tesz, tehát nem cselekszik. Ki az, aki hajlamos egyébként nem cselekezni? Milyen hangulatú emberek hajlamosak nem hozni döntést, nem cselekedni? Az unalom szintjén lévő emberek. Tehát az unalom szintjén lévő emberek mulasztanak, az alatt lévő hangulatú emberek pedig rossz döntéseket hoznak és helytelenül cselekednek. Mikor mondjuk egy haragos ember elkezd kötekedni emberekkel, és netántán még verekedni is elkezd, az szerinted egy helyes döntés? Ki van csukva? Ha valaki mondjuk ellenséges szinten van, és elkezd mondjuk a párjával ordibálni, jó, nem bántja, csak ordibál, az szerinted egy helyes döntés? Vagy helyes cselekvés? Nem. Szóval a lényeg az, hogy onnantól, hogy az ember rossz hangulatúvá válik, és mondom, onnantól, hogy unalom környékén van a hangulata, onnantól ugye a nem cselekvés elkezd működni, a nem döntés elkezd működni, majd bejönnek a rosszabb hangulatok, amikor tényleg helytelenül dönt, tényleg helytelenül cselekszik. És ne csodálkozzon az ember, hogyha ezeken a hangulatokon való nem döntés, vagy nem cselekvés, vagy helytelen döntés, vagy helytelen cselekvés problémát fog előidézni. Ne csodálkozzon. Oké? Tehát ha ma megnéznénk Magyarországon, hogy kik vannak többségben, azok az emberek, akiknek van problémájuk, vagy akiknek nincs problémájuk, akkor szerinted mit látnál? Kik vannak többségben? Akiknek van is. Milyen többségben vannak? Nagyon nagy többségben, ne? És akkor ugye mondhatnád azt, hogy de hát nincs is olyan ember, akinek nincs problémája. Hogy ne lenne? Egy jó hangulatú embernek nincs problémája. Tudod, mi van egy jó hangulatú embernek? Feladata. Feladata. Vagy kihívása. Érted? De a kihívás is egy feladat. Tehát feladata van. Egy jó hangulatú embernek feladata van. Most miért van az, hogy egy jó hangulatú ember meg nincs problémája, és egy rossz hangulatú embernek meg van? Tehát mondom, egy unalomban lévő ember, amelyik viszonylag a többihez képest jó hangulatú, nem hoz döntéseket, nem cselekszik, tehát mulaszt, és abból ugyanúgy problémák lesznek. Nyilván nem annyi, mint hogyha ő generálja folyamatosan a rossz döntéseivel, meg a helytelen cselekvéseivel a problémákat, nyilván nem lesz annyi problémája, de egy unalomban lévő embernek is vannak problémái, mert nem hozza meg a helyes döntést, nem cselekszik helyesen, mert unalomban legfontosabb dolga az, hogy lustálkodjon. Szóval lényeg az, hogy most gondold végig, mi különbség van a közt, vajon, hogy van két ember, mondjuk az egyik rossz állapotú és tudatlan, nem is kell hozzá tudatlan lenni. Na nézzük meg, akkor még mindjárt mondom ezt a példát, mert közben eszembe jutott még egy gondolat. Tehát,
Ha valaki tanul, és van tudása az élet és az ember működésével kapcsolatban, de azt a döntést hozza, hogy ő rossz állapotban marad, vagy rossz állapotba kerül. Tehát hogy lehet azt a döntést hozni? Most gondold végig, ha valaki, tehát jön veled szembe egy probléma, mondjuk az a probléma, hogy a párod hazahozza a munkahelyi problémákat, és rád zúdítja. Te hozhatod azt a döntést, hogy békésen végighallgatod, és nem szólsz egy szót se. Vagy hozhatod azt a döntést is, hogy elkezded neki osztani ezt az észt, tehát osztani az észt, erre a párodnak, aki panaszkodik, ekkora lesz a feje, így megnő. Érted? A feje attól, hogy osztod neki az észt. De ez a te döntésed, hogy melyiket választottad. Érted? Tehát azért mondom, hogy az embernek minden olyan apró döntésen múlik az élete, amire nem is gondolja, hogy ez egy döntés. Azt mondom, az egy döntés, hogy békésen végighallgatod, és nem szólsz semmit, vagy fogod és elkezded osztani neki az észt. Érted? Az a te döntésed. Na szóval nézzük tovább, egy olyan ember, aki tehát rossz állapotú, az hiába tanult, képzeljétek el, ha rossz állapotú, akkor kiesik a fejéből a tudás. Tehát ezért voltak a rossz tanulók az általános iskolában és a középiskolában, mert a rossz tanulók azok mindig, ha megnézed, ha visszaemlékszel, rossz hangulatúak voltak. Oké? Tehát a rossz tanuló, rossz eredményeket mutató tanulók, azok mindig rossz állapotban voltak. Mi miatt? Alapvetően a szülők rossz állapota miatt. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy ha valaki rossz állapotban tanul, egyszerűen, tehát rossz állapotban tudod, hogy lehet tanulni? Magolni. Rossz állapotban magolni lehet, tehát azt mondja, hogy bemagolni lehet tudást, utána vissza lehet adni, amikor kérdezik, de azzal az a baj, hogy mikor kellene adott helyzetben használni a tudást, az illető semmit nem tud belőle használni. Világos ez? Tehát ezért például az egész iskola rendszer arra épül, hogy magoljanak a gyerekek, ezért akár végig színjelessel végig megy az iskolán, az illető, az iskoláin, és utána megbukik az életben, mert az életben semmit nem tud használni a tanultakból. Oké? Miért? Mert a gyerek nem volt kellően jó állapotú ahhoz, hogy ténylegesen az életében használja a tudást. Tehát csak akkor tud egy ember ténylegesen használni tudást, hogyha jó állapotban van. Most akkor nézzük tovább. Tehát mi különbség van egy jó állapotú ember, mondjuk, ha mind a kettő tanul, egy jó állapotú ember tanul, és egy rossz állapotú ember tanul. Sőt, mondok még valamit. Egy jó állapotú ember, ha nem tanul, akkor is sokkal kevesebbet hibázik, mint egy rossz állapotú ember, aki tanul. Ez nem vicc, ez tapasztalat. Oké? Tehát egy rossz állapotú ember tanul, adott helyzetben nem fogja tudni használni a tudását. Egy jó állapotú ember, amelyik nem tanul, mégis ritkán hibázik hozzá a másikhoz képest. Tudod miért? Mert egy jó állapotú ember kapcsolatban tud lenni a lelkével. A lelke meg kapcsolatban van a teremtőjével. A teremtője meg hozzám képest mindentudó. Oké?
és a teremtője a léleknek leközvetíti az üzenetet, hogy milyen helyes cselekvést vagy helyes döntést kellene tennie adott helyzetben. Itt egy kérdés van, hogy a jó állapotú ember hallgat-e a lelkének a szavára, vagy nem hallgat. Ha szét van durranva a feje az egótól a jó állapotú embernek, akkor nem fog hallgatni a lelkére, hanem az egójára fog hallgatni. Emiatt rossz döntést hoz. A jó állapotú ember viszont, ha nem durran szét a feje az egótól, és képes arra, hogy hallgasson a lelkére, akkor a lelke sugallatai miatt helyes döntéseket fog hozni. Akkor is, ha nincs tudása. Világos ez? Na most akkor nézzük tovább. Ahhoz, hogy milyen állapotú legyen egy ember, az ember egy alkalmazkodó lény. Az mindig hozzá alkalmazkodik a környezetében lévő emberek hangulatához. Tehát nem véletlenül van a mondás, hogy embert, tehát madarat tolláról, embert barátjáról lehet megismerni. Tehát nézd meg a barátait, és megmondod, hogy milyen az illető. Oké? Így van. Megnézed a barátait, és gyakorlatilag megmondod, hogy ki ő. Az azt jelenti, hogy amilyen környezetben van az ember, amilyen emberekkel érintkezik, akikkel rendszeresen kommunikál, olyan hangulatú, mint az a közösség. Oké? És ha megnézed, most ritkán látsz jó hangulatú közösségeket. Tehát jó hangulatú barátokat ritkán látsz. Tehát vannak olyanok, hogy összeülnek és megpróbálják jól érezni magukat. Vannak ilyenek. De ehhez a legtöbb ember mit csinál? Iszik. Iszik vagy drogozik, de maradjunk az ivásnál, jó? Ez már régi szokás, hogy jó hangulatba kerüljenek, isznak. Ezt csinálták régen is. Még az én gyerekkoromban is csinálták a felnőttek. Már akkor is, mit tudom én, lementem Szabolcsba, mérhetetlen mennyiségű piát meg tudtak ott inni a férfiak, nem a nők, a férfiak. Tehát az én gyerekkoromban is. Tehát a férfiak azok piáltak, réges-rég óta, nagyon régen. Most már a nők is. Tehát ugye, mint a múltkor beszéltem róla, a piának van egy olyan hatása, hogy elveszti az illető, ha alkoholt fogyaszt, a tudatosságát. Tehát az olyan, hiába érzi magát jobban az illető, jobb hangulatúnak. Tehát például most elmész egy lagziba, tehát régen, mikor, mit tudom én házasodtam 38 évvel ezelőtt, akkor még az úgy működött, hogy elment egy lagziba, megszólalt a zene, és 10-15 percen belül mindenki táncolt. Most a társaság, tehát elkezdődik a zene, mondjuk ugyanúgy, mint régen, mondjuk 6 órakor, és olyan éjfél után kezdenek táncolni az emberek, akkor, amikor már jó sokat ittak. Addigra már jó sokat ittak. Oké? Okay? Ez biztos, hogy így van, mert az utóbbi egy évben 4 lagziba voltam. Jó? És tudom. Úgyhogy maradjunk ennyibe. Szóval a lényeg az, hogy sokkal rosszabb hangulatúak az emberek, és isznak azért, hogy jobb hangulatúak legyenek, közben mit csinál csak az alkohol? Nem hangulatot javít, hanem gátlásokat old. Semmi mást. Tehát ami azt jelenti, hogy az illető, ha nem fogyaszt alkoholt, akkor gátlásai vannak, ha fogyaszt alkoholt, akkor a gátlások oldódva vannak. Szóval a lényeg, hogy megint csak megkérdezem, hol láttok jó hangulatú társaságot? Itt.
Ja, mi rajtunk kívül. Rajtunk kívül. Tehát ugye a világban. A világban. Hm? Szerintem a benszülöttek még azért. Hát jó, de a környezetünkben nézzük. De ne a benszületteket, mert itt Magyarországon most ki a benszülött? Itt nincsenek benszülöttek. Afrikában, esetleg Dél-Amerikában, egy-két helyen, meg Ázsiában vannak ugye benszülöttek, de Európában már nincsenek benszülöttek. Itt teljes keveredés van, úgy ahogy van, itt már benszülöttről nem beszélhetünk. Tehát mondjuk itt a környezetünkben, Európában hol látunk olyan társaságokat, ahol jó hangulatúak az emberek? Foci meccs sem? Ott hőzöngés van. Tehát az régen mondjuk, mikor 40 évvel ezelőtt járt az ember még foci meccsre, akkor igen, de manapság. Koncert, őrjöngés van. Az őrjöngés az jó hangulat? Kabaré, de nem. Kabaré? Milyen kabaré? De az nem közösség, tehát elmész egy színházba, az nem közösség. Azokat a közösségeket nézd, amely állandó. Tehát azt értsük meg, hogy egy embert a barátjairól ismerni meg, tehát azokkal, akikkel együtt van. Azzal, hogy egyszer együtt vagy emberekkel, az nem hat rád. Azokkal az emberekkel rendszeresen együtt kellene lenni, hogy hassanak rád. Világos, az, hogy valaki eljár mondjuk koncertre, rendszeresen nem ugyanoda jár, nem ugyanazokkal az emberekkel, és nem ugyanazok vannak ott. Világos ez? Ezért nem közösség, ott nincs közösség. Az nem közösség, egy koncert nem közösség. Jó? Tehát például, mit tudom, lehet azt mondani, hogy valaki jár valamilyen vallásban rendszeresen, és akkor rendszeresen ott találkoznak emberek. Na, az közösség. Tehát ha minden, mondjuk minden héten találkoznak az emberek, 70-80%-a ugyanaz, vagy akár még több, az egy közösség. De kérdés, hogy ők milyen hangulatúak. Hát attól függ, vannak olyan vallások, ahol zene is van. Ilyen halacska van rajta, tudod? Nem ismeritek? Nem. Autókon nem láttatok még? Nem. Hadd ne mondjam a nevét, jó? Nem reklám. Jó, egy ilyen halacska, egy ilyen halacska, ennyi. Fordítva? Igen, fordítva. Mindegy, akkor fordítva nem tudom rajzolni. Nem tudom rajzolni, ja? Így tudtam rajzolni. Fordítva nem próbálkozok vele. Az egy gyülekezet. Azóta már vallás, már ugye régen csak gyülekezet volt, most már vallás. Mióta volt ugye ez a vallásreform, új törvénykozás ebben kapcsolatban, azóta az már vallás. Na és például ott zene is van. Ott csinálnak olyanokat az emberek, hogy mit tudom, extázisba esik, és a fejét így a földbe dörzsögeti a betonba, érted? Én láttam ilyet tőlem 3 méterre. Nem mentem tanulmányozni egy ilyet még a 90-es években. Érted, egyszerre a nejemmel elmentünk, mert meghívtak minket, aztán meghívnak, elmegyünk. Megnéztük. És mondom, tőlem 3 méter, pedig az még a 90-es években volt. Mondom, teljes egyes emberek ilyen extázisba kerültek. Ami azt jelenti, hogy ilyen magukon kívül kerültek teljesen. Hát figyeld, az ember csinál olyat, hogy tudom, letérne, lehajol és a fejét dörzsöli a betonba. Érted? És ez egy fiatal srác volt akkor, egy ilyen 20 éves lehetett. Pszichiátriai eset, mi? Szóval lényeg az, hogy meg ott énekeltek is emberek. Nem tudom, hogy most hogyan csinálják, mert mondom, én a 90-es évek voltam, és ezeket a vasárnapokat nem szoktam nézni.
megmondom őszintén ezeket, és ezáltal nem tudom, hogy milyenek, ugye az ATV-n szokott ez lenni, és de mondom, ugye Amerikában is megnézitek, vannak olyan vallások, ilyen filmekben lehet látni, nem? Ahol ott énekelnek és táncolnak is. Nem? A négerek. Aha. Jó, de maradjunk Európánál, itt Magyarországnál. Szóval nem nagyon vannak ilyenek, nem? Ahol jól érzi magát az ember. Járnak még tánciskolába az emberek? Nem tudom, én nem, de... Igen, elképzelem. Csak egy példa. Azért nem nagyon látom, hogy járnak. Szarszal meg ezekre járnak. De azok már nem páros tánc, hanem a sortáncok. Tehát ugye a legtöbben, akik járnak, azok ilyen sortáncokra járnak, és nem páros táncokra. Tehát páros tánc tanítás, azokra inkább idősebbek mennek, nem fiatalok. Tehát olyanok, akik már eleve párok, és olyanok meg akarnak tanulni táncolni, és párok mennek páros táncra. Tehát fiatalok magukban csak úgy manapság nem mennek páros táncra. Például izére biztos, hogy mennek ilyen short tánc tanulásra, mert hát lehet látni ezeket a flashmobokat az utcán, és hát valahol tanulják azokat, lehet, hogy interneten keresztül tanulják, azon keresztül tanítják meg őket, de mégis egyszerre járják. Na mindegy, ezt csak azért mondom, hogy jó, ha az ember tudja, hogy alap dolog az életünkben az, hogy milyen hangulatúak vagyunk. És ha az ember nincs egy olyan közösségben, amely jó hangulatú, de akkor még ugye továbbra mondanám, hogy jó, az oké, hogy jó hangulatú közösség. De vajon annak a közösségnek van-e olyan célja, amit esetleg mindenki tud követni? Mert például megnézzük mondjuk ezt a halacskás gyülekezetet, akkor így mindegy. Sikerült, jó. Oké, ezt a halacskás gyülekezetet, ezt megnézzük, mi lehet a közös céljuk? A sárka. Ja, hala. Mi lehet a közös céljuk? Hm? Tehát mi lehet a közös céljuk? Mi lehet a közös céljuk? A szárkán kívül. Mert ugye egy olyan közösségnek, amelyiknek nincs közös célja, az gyakorlatilag előbb-utóbb elhal. Tehát elhal. Tehát miért? Nagyon egyszerű, mert haladni kell valami felé. Ha nincs előrehaladás, akkor az emberek lemorzsolódnak. Ezért csinálják ugye azt, hogy próbálják elhitetni az emberekkel azt, hogy miért van arra a szükség, hogy mondjuk ő becsatlakozzon abba a közösségbe. De mi a közös céljuk? Tehát ugye a vallási közösségeknek egy problémájuk van, hogy vajon az az Isten, amit ott imádnak, az ténylegesen jó Istene? Ez a kulcskérdés. Az a legfőbb probléma ezzel, hogy a vallások résztvevői ezt nem tanulmányozták. Hogy vajon az az Isten, amit ők ott imádnak, az vajon mennyire jó Isten? De szerintetek nem ez lenne a kulcskérdés? Azért elfogadják. Hát jó, de bármilyen Istent, azért mert Isten. Nem, azért mert ezt nem. Érted? Hát akkor mondhatnánk azt, hogy Lucifer is egy Isten volt, érted? És akkor lehet Lucifert is imádni, nem? Hát tudom, van akik azt imádják, mindegy.
Szóval mondom, gondoljuk végig, és azért itt a mitológiában, ha végignézzük, ugye a görögtől kezdve számos mitológia, egyiptomi, stb. Itt rengeteg istenségnek a neve felmerült. És azok közt voltak eléggé nem annyira etikus istenek is, ilyen büntető istenek, mint például ugye Jehova is büntető isten. És azért megnézzük, Jehovát elég sokan imádják. Sőt, ugye még a keresztény vallásokban is megjelenik, hogy az Isten neve az Jehova. És pedig az egy büntető Isten. Tehát egy jó Isten az nem büntet. Nem kell büntetni. Tehát egy értelmes lényt, azt nem kell büntetni. Tudod, miért nem kell büntetni egy értelmes lényt? Mert van benne egy lélek. És a lélek az alapvetően jó. És még akkor is, ha ugye az illető gonosz, akkor is van benne egy alapvetően, tehát ami azt jelenti, hogy ugye a létrejötténél fogva alapvetően jó lélek. Na most, ez azt jelenti, hogy ezáltal a lélek létre fog hozni valamilyen hibázást. Érted? És ezáltal az illető létrehoz saját magának a hibázásával saját problémát. Tehát az embereket tehát a lelkeket nem kell büntetni. A lélek az képes hibázni, és képes ezáltal saját magának problémákat előidézni. És maga az a probléma előidézése a büntetés. Az ön magunk büntetése. Érted? És minél gonoszabb valaki, ugye annál rosszabb hangulatú, azért gonosz, és most beszéltünk erről, annál többet tud hibázni. És minél többet hibázik, annál több gondja, baja lesz az életben. Világos ez? Tehát nem kell büntetni. Tehát minek kell akkor büntető Isten? Érted? Miért kell büntető Istent imádni? Mikor ugye nincs szükség büntetésre. Gondold végig, hány hibázásod volt az életedben? Hány hibázásod? Rengeteg. Össze se tudnád számolni, hogy mennyit hibáztál az életedben. És abból mind lett valamilyen probléma. Minden hibázásból valamilyen probléma. Nem foghatod rá a saját hibázásodat egy Istenre. Ráfoghatod? Nem. Hát te hibáztál, nem egy Isten hibázott. Hát te hibáztál. Nyilván ezek közt a hibázások között volt kisebb volumenű, nagyobb volumenű. Most ebből a szempontból ez részletkérdés. De te hibáztál. És azt nem mondhatod azt, hogy de hát az Isten miatt hibáztam. Mert te hibáztál. Tehát gondold végig, nincs szüksége egy embernek arra, hogy büntessék. Érted? Csak egy dologra van szükség, hogy ha egy ilyen ember hibázik, vagy egy ilyen lélek hibázik, mert most ember vagy lélek, most ugye felsőbbrendű lényeknél is van lélek, hibázik, hát el kell szeparálni azoktól a lényektől, akik számíthatnak arra, hogy az ő hibázásai miatt szívni fognak, mint a boci. Ezáltal ugye el kell tőlük szeparálni. Ami azt jelenti, ugye ezt régen úgy csinálták, meg most is úgy csinálják egy adott helyeken, a világegyetemben, hogy száműzik azt a lényt. Oké?
Tehát mit tudom én, mondjuk az orosz birodalomban valaki hibázott, akkor mehetett mondjuk Szibériába, vagy mehetett a gulágra, gulág az egy szigetcsoport, és akkor ott hibázhatott tovább. És akkor el lehetett azokkal az emberekkel, akik folyamatosan hibáztak, és a hibázásaik miatt oda kerültek. Vagy mit tudom én, mondjuk a római birodalomban valaki hibázott, és hogy veszélyes volt a társadalomra, akkor Dáciába elküldték. Ugye tudjátok, hogy a Dácia az a régi román terület. Na most akkor nézzünk tovább, mit tudom én, mondjuk az angol Angliába hibáztak, és akkor száműzték őt Ausztráliába. Érted? És akkor ott hibázhatott azokkal, akik hasonlóak, mint ők. Érted? De nem azt csinálták velük, hogy mint most, hogy börtönbe zárták, mert felesleges. Persze, épp börtönök is voltak, amelyik nem tudták száműzni, persze. De igazából most itt az isteni büntetésről beszélünk, ugye? Hogy miért kellene egy embert egy istennek megbüntetnie, mikor az ember bünteti saját magát. Főleg itt emberekként, ugye van egy olyan elménk, ami a hibázásra késztet, mert ha rossz állapotban vagy, akkor ösztönösen cselekszel, és az hibázásra ad lehetőséget az embernek, ami azt jelenti, hogy akkor nem tudsz figyelni, ha ösztönös vagy, nem tudsz figyelni a jelenre, és ezért a jelen történéseit nem tudod figyelembe venni, és a múlt alapján cselekszel, tehát ezáltal az ember valószínűleg, hogyha ösztönösen cselekszik, akkor hibázik. Most gondold végig, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem kell egy istennek megbüntetni az embert. Miért kellene? Tehát milyen jó az, hogy az emberek nem tudják, hogy milyen Istenhez imádkoznak. Hát nem az lenne a legfontosabb dolog egy ember életében, hogy egyáltalán tudja, hogy milyen Istenhez imádkozik, hogy az mennyire jó. Tehát egy olyan Isten van csak, aminek gyakorlatilag nincs neve. Az összes többi, ami itt a Földön megjelent, tehát ő még nem volt a Földön. Az összes többi, ami a Földön megjelent, annak mindnek van neve. Az összes Istennek. Ugye egy olyan Isten van, amelyiknek nincs neve, végül is van, mert ő a teremtő. Teremtő. Oké? Tehát neki, ha megnézed, ugye, nagyon érdekes titulusa van, mert ugye ő a teremtő, és ebbe a teremtőbe több szó van. Ugye benne van a teremtő szó, benne van az ő, úgyhogy ő, benne van az, hogy terem. Benne van az, hogy teremt. A terem, ez egy terem, amiben vagyunk. Oké? A teremt is benne van. Az pedig, hogy létrehoz valamit, ugye azt jelent. A terem, ugye az mi a terem? Maga az egész univerzum, ami csak létezik. Az mind a teremben van. A térben van, érted? Tehát, sőt, ugye ha megnézzük, a tér is benne van. A tér, ugye csak hiányzik róla az ékezet. Az is benne van, de mondom, ha végignézed, és gyakorlatilag megnézed, akkor ez az ő neve, hogy teremtő. Érted? Ha magyar nyelvben. És nincs más neve. Az összes Isten, aminek bármilyen neve van, az nem a teremtő Isten. Az valamilyen olyan Isten, amely megjelent itt a Földön. Valamikor a történelem során. Oké? Például, amikor azt mondják, hogy Shiva,
Na akkor egy megjelent egy a teremtőhöz képest kisebb Isten. Mikor Jehova, azt mondják, hogy Jehova, akkor megjelent a Jehova a teremtőhöz képest egy kisebb Isten. Oké, stb. Stb. Tehát vajon kikhez imádkoznak az emberek? Te tisztában vannak azzal, hogy milyen Istenhez imádkoznak? Na most ugye mondják, hogy esetleg Jézustól kiindult vallás. Jézus nem volt vallás alapító. Tehát eleve ott kezdődik. Tehát a keresztény, a római keresztény egyházat, ugye eredendően Pál hozta létre. Még csak nem is Péter, ugye, mert Péter a tanítványa volt, Pál nem is volt a tanítvány. Tehát ő nem volt tanítvány. Na most, sőt, ellenségnek tekintette Jézust. Na most, és akkor most miről beszélünk, hogy ugye a Jézus általi ugye vallás, hát olyan nem létezik, tehát nincs olyan. Jézus nem hozott létre semmilyen vallást. Tehát ott kezdődik, hogy egy valódi tanító, aki az emberek javát akarja, és mondjuk szó szerint mondjuk meg akarja váltani az emberiséget, mint mondjuk Jézus akarta ezt, az nem találhat ki egy vallást. Mert abban a pillanatban kitalál egy vallást, már is megosztotta az embereket. Világos ez? Abban a pillanatban. Tehát a vallásnak megosztó szerepe van, és volt mindig. Tehát egy igazi tanító az nem hozhat létre egy vallást. Még úgy sem hozhat létre egy vallást, hogy mondjuk azért hozza létre a vallást, mert ilyenek is vannak, mert hogy ezáltal adókedvezményt tud az államtól kicsikarni. Hát ilyenek vannak. Hát most gondold végig, ha RT-ként működtetsz mondjuk egy képzést, akkor rendesen vállalkozásként adózol. De ha vallási szervezetként működtetsz képzést, akkor adókedvezményeket kapsz. Hát ez így működik. Szerte a világban. Magyarországon is így működik egyébként. Oké? Hát ezért hozott létre vallást, ugye az egyik magyar, a Villás nevezetű. Jó, tehát ő azért hozta létre az adókedvezmények miatt. De ugye erre Hubbard is azért hozta létre a vallását. Dehogy nem. Nem. Ő hozta létre. Tehát ugye a Szientológia Egyházat ő hozta létre az adókedvezmény miatt, és azért, mert onnantól nem támadták, mert vallás. Addig támadták, mert nem vallás volt, és onnantól kezdve, hogy vallás lett, már nem támadhatták, mert akkor vallásszabadság. Oké? Tehát vallásszabadság megsértése. És ugye vallásszabadság megsértése miatt már eljárás lehetett indítani azok ellen, akik támadták, mint vallást. Érthető? Tehát ezt így csinálta. Szóval a lényeg az, hogy de akkor is vallás lett, és abban a pillanatban a vallásként működik bármilyen oktató, rögtön megoszt embereket. Nézd meg például a szientológia vallás is mennyire megoszta az embereket. Mert vallás. Ha az nem lenne benne, hogy vallás, akkor nem osztaná meg az embereket. Világos ez? De minden vallás megosztó szerepű, csak hogy tisztában legyünk
ezekkel a kérdésekkel. Jó? És ugye itt mindig az a kérdés, hogy milyen célból van az létrehozva, az a valami. Tehát abból a célból van létrehozva, hogy, adókedvezményt kapjon, minél olcsóbban működjön, minél több nyeresége legyen mondjuk az alapítónak, és ezáltal mondjuk létrehoz egy vallást, vagy az a célja, mint mondjuk a mi esetünkben, nézzük, hoppá, nem jót tekergettem. Tudom, csak vissza akarom oda tekerni. Megkeresed? De hova? Most már mindegy. Itt van. Jó. Hoppá. Nézzük. Vagy pedig, ugye nem vagyunk elégedett azzal a társadalmi formával, ami most van. Mert milyen társadalmi formák vannak a bolygón? Vannak. Tehát van diktatúra, na, eszembe jutott. Van demokrácia. És akkor még mit tudom én, királyság, stb. Tehát vannak itt mindenfélék. De hát ugye ezek olyan fajta működések, ami hát én mindenütt azt látom, hogy arra törekednek, hogy az emberiség az tudatlan legyen. Tehát, tehát a hatalomnak van egy olyan törekvése, hogy az emberiség tudatlan legyen, illetve maradjon. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy hát a tudatlanságban tartás, vagy a tudatlanság elérése, tehát hogyha mondjuk kicsit tudatosabbak, akkor kevésbé tudatosak legyenek, az én szerintem antiszociális tevékenység. Tehát én úgy gondolnám, hogy elnyomás. Tehát az embereket tudatlanságba taszítani, az elnyomás. Az az elnyomás valamilyen foka. Na most, ha megnézzük, a demokráciák azok tudatosítják az embereket? Nem. A diktatúrák tudatosítják az embereket? Nem. Mit tudom én, a királyságok vagy bármilyen más társadalmi forma tudatosítják az embereket? Nem. Hát akkor az azt jelenti, hogy ez valamilyen szintű elnyomás. Tehát, ha az embereket elnyomják, akkor nem jól érzik magukat a bőrükben. Ha az emberek nem jól érzik magukat a bőrükben, akkor hibáznak. És nem tudják teljesíteni a küldetésüket, amiért leszülettek. Miért születtek le? Hogy egy magasabb létformába visszakerüljenek, illetve az itt ragadt, a magasabb létformából itt ragadt embereket hozzásegítsék ahhoz, hogy ők visszakerüljenek. De ha valaki ugye nem elég tudatosan száll ki ebből az életéből, akkor itt ragad a reinkarnációs körforgásban. Ezért van az, hogy folyamatosan nő az emberiség lélekszáma. Tehát ezért nem áll meg az emberiség lélekszámának a növekedése, hanem folyamatosan nő, mert az azt jelenti, hogy itt ragadtak a lelkek, akik azért jöttek le, hogy segítsenek azoknak, akik itt ragadtak. Na most, ez eléggé gáz, hogyha jobban megnézed. Tehát lejöttünk egy olyan fajta létformából, ahol igen nagy tudással rendelkeztünk, és akkor utána itt ragadunk, akár sok életen keresztül. Tehát ez a normális körforgása
a lélek életének, nem a test életének, a lélek életének. Ez a normális körforgása itt a Földön, hogy lejönnek a lelkek hatalmas otthagyott tudással, és akkor utána itt ragadnak több száz vagy több ezer évre akár. Ez a normális. Hát az a normális, hogy csinálunk közben ilyen pótcselekvéseket, amire azt gondoljuk, hogy helyes, de nem a legnagyobb jót szolgálja. Az a normális. Milyen pótcselekvéseket? Hát mondjuk olyan típusú pótcselekvéseket, mint ami itt volt leírva. Túlélés, vagy minél több pénzköltés miatt élünk itt. Hogy kapcsoltam el? Szóval itt vagyunk mi emberek, és mit akarunk tenni magunkkal? Ez a kérdés. Mit akarunk tenni magunkkal? Tehát mit akarunk tenni magunkkal? Jó állapotban fejlődünk, fölgyövünk, magasan leszünk. És ezt hogy csinálod meg? Csapat nélkül. Hogy csinálod meg csapat nélkül? Saját csapat nélkül, hogy csinálod meg? Tehát az egy dolog, hogy az ember van egy közösségben. De ugye az fontos egy ember számára, hogy a közösségben milyen szerepet tölt be. Tehát a közösségben, ha az ember egy 66. senki, az nem annyira jó, nem? Tehát most gondold végig, ha mondjuk vagy egy baráti közösségbe, és te vagy az, az utolsó ember, aki ott szóhoz jut mindig, akkor nem biztos, hogy abban a baráti közösségben túl jól érzed magad, érted? Tehát az, hogy egy közösségben van az ember, az, az egy dolog, mert vajon melyik motiválja jobban az embert? Az, hogy benne van egy közösségbe, vagy van egy saját közössége? Szerintem a saját közösség. Mert ezt én válogatom meg, a saját közösséget. Ugye az is motiválja valamilyen szinte, hogy benne van egy közösségbe, de ugye melyik motiválja jobban? Van saját. Hogyha van sajátja. Így van. Tehát, hogyha te bekerülsz egy közösségbe, azokat az embereket nem te válogattad ki. Az nem a te közösséged, hanem annak a közössége, aki létrehozta. És ha azt akarod, hogy jól érezd magad, akkor kellene egy saját közösség, nem? Azon a közösségen belül, nyilvánvaló. Miért kell egy közösségen belül? Mert gondold végig, hogy lesz különben egy egységes
társadalmi forma a bolygón. Tehát az azt jelenti, hogy ha nem egyfelé halad egy közösség, akkor nincs egységes társadalmi forma. Mit jelent az egységes társadalmi forma? Egy olyan társadalmi forma, ahol nincs szükség hatalmi vezetésre. Tehát nincs szükség. Tehát ha az emberek tudják önállóan tenni a dolgukat, akkor nincs szükség arra, hogy hatalmi alapon vezessék őket. Akkor arra van szükség, hogy az emberek képesek legyenek leülni egymásra, beszélgetni és megbeszélni a dolgokat. Érted? De most gondold végig, hogy akkor hogy jön létre az egységes ilyenfajta társadalmi forma a világon. Tehát egy olyan fajta társadalmi forma, ahol nincsenek, tehát hogy tisztában legyen, nincsenek határok, meg nincsenek népek. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy olyan megosztásban nincsenek népek, mint most. Érted? Népek akkor is lesznek, de olyan fajta társulásban, tömörülésben, érted, ahol nincs konfliktus. Tehát most a népek világa arról szól, hogy szemben álljanak egymással, és ki lehessen robbantani ellenségeskedést. Vagy rosszul látom? Persze vannak olyan népek, hát most már nagyon... A szocializmusban voltam, én hallottam ilyenek, hogy baráti népek, de most már ilyenek nincsenek. Már nincsenek baráti népek. Már csak népek vannak. Már ilyen unió van. De itt nem hangzik el, hogy baráti népek. Tehát itt van unión belül vagyunk, és nincs olyan, hogy baráti nép. Tehát mintha nem lenne törekvés arra, hogy a népek jó viszonyban legyenek egymással. Tehát úgy értve, hogy ilyen baráti viszonyban legyenek egymással. A szocializmusban legalább ez elhangzott rendszeresen, hogy baráti nép. És akkor fő voltak sorolva a baráti népek. Így van, és most nincsenek, pedig a mostani unió az már szorosabb, mint annak idején ugye a szocializmusban való együttműködés volt, akárhogy nézzük. Tehát nincsenek, nem úgy működnek, nem egy olyan világban élünk, ahol barátok lennének a népek, hanem inkább, hát most a vadi új hír, nem tudom, tudjátok-e, hogy a törökök társulni akarnak, ezt tegnap jelentette be a török miniszterelnök, az Erdogan, társulni akarnak egy olyan tömörüléshez, amiben Kína van, Oroszország, és egy még vagy 4 vagy 5 volt szovjet tagköztársaság. Tehát mit tudom, ilyen, hogy Üzbegisztán, meg ilyenek vannak. Mit tudom én már mi a neve, és ehhez akar társulni. A nyugat nagy meglepődésére. Tehát hát gyakorlatilag itt egy olyan világot élünk, ahol itt szembenállások vannak, itt a barátkozások vannak. Tehát most gondold végig, hogyha neked nincs egy saját olyan társulásod, közösséged, amit te hoztál létre, érted? Akkor az ember nem tanulja azt meg, hogy barátilag együttműködjön. Tehát nyilvánvaló, hogy az ember legszívesebben olyan emberekkel működik együtt, nem? Akit ő választott ki, nem? Nem olyanokkal, akiket rákényszerítettek. Na most gondold végig, egy olyan világban élni, amit aranykornak hívnak, anélkül, hogy megtanulnád azt, hogy legyen egy saját csapatod, hogy akarod elérni azt, hogy képes legyél baráti módon együttműködni emberekkel? Ráadásul ugye van olyan mondás, hogy üzletben nincs barátság. Hát, és akkor hogy akarod megtanulni a baráti együttműködést? Tehát ugye a baráti együttműködésnek az alapja mindig az, hogy mindenki azonos elbírálással bír. Érted? Tehát azonos az elbírálás.
ha nincs saját csapatod, akkor hogy akarsz baráti együttműködésben együttműködni másokkal? Na jó, tehát itt vagyunk, az a célunk PPA-soknak, hogy aranykor legyen ez egész bolygó, hogy legyen egy olyan társadalmi forma, ahol nincs szükség főnökre, nincs szükség beosztottra, mindenki olyan jó állapotú, hogy tudja tenni a dolgát, oké? És ezt szeretnénk létrehozni. Méghozzá ennek ugye 2035-re meg kell valósulni, mert nem lesz 2035-ig aranykor. Hát akkor nagy baj lesz ezen a bolygón. Akkor ennek a bolygónak a további ilyen forma működésének semmi értelme nincs. Jó? Visszaadnám a szót a házigazdáinknak. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Szeretlek benneteket. Sziasztok! Köszönjük Szellecsik Miklós Mesterkocsnak a nagyszerű előadást. Azt javasoljuk neked, hogy tetszett az előadás, esetleg már hallgattál többet, akkor hozd meg a döntést, és kezd el a képzést. Tanulóként a képzéseket felvételről is vissza tudod hallgatni, és le is tölthető a hanganyag. A tandíj is nagyon kedvező. Ez óránként 660 forint az első hónapban, egy hónap az 30 óra képzést takar, ez összesen 19.700 forint, nagyon csekély összeg szerintem. A második hónaptól már csak 330 forint, azaz 9.800 forint. Árgaranciával, folyamatos tanulás mellett. Próbáld ki pár hónapra, nincs vesztenivalód. Ezért javasoljuk, hogy vedd fel a kapcsolatot az ajánlóddal, a vezetőddel, aki szimpatikus számodra, és gyere közénk, egy jó hangulatú közösségbe, és egy közös cél érdekében tegyünk együtt. Köszönjük, hogy a mai előadás házigazdája lehettünk. A szünet után önbizalom kocsképzés lesz, amely, ha szeretné részt venni, várunk szeretettel. Szeretnénk megkérni titeket, hogy ha jogosultságod van tanulóként, akkor most lépj át majd az élő havi képzésbe, és ott folytatjuk a szünet után. Most pedig 30 perc szünet következik. Köszönjük szépen!